nézzétek, nagyjából, hogy ott volt a kiágazás, és itt. És itt jött a vonal, ahol, hát nyilván nem pont a földútnak a helyén, legalábbis itt, de valahol itt jöhetett egy ilyen nagy ívben, és ott. Szerintem itt a fák mellett jött. És itt még egyébként azt hallottam, hogy volt egy öldház is, ami már át van alakítva, és alig lehet felismerni. Hát lehet, hogy ez volt, de ebben nem lennék biztos, mert az egy picit távolabb van a régi nyomvonaltól, tehát szerintem itt, ahol itt a fák vannak, ott ment. Aztán pedig itt gyakorlatilag ezen a földúton, ez már a vasútnak a helyén ment onnantól kezdve. Hát akkor irány tovább, aztán majd figyelem a nyomokat. Alig egy kilométerre egyébként volt egy Hetényegyház alsó nevű megállóhely, aminek még úgy tudom, hogy az épülete is megvan. És akkor a vasútvonal az errefele jött, vagy itt jött. Sokáig jött a földút mellett, a térkép szerint. Elnézünk erre. Rengeteg itt a kutya, egyszerűen nem tudok olyan helyre nem menni, ahol ne ugatna valamelyik. Úgyhogy ez azért nem semmi. Na, szóval, akkor innen már kicsit távolabb a civilizációtól, most már tudok úgy beszélni, hogy nem ugatnak bele a mondandómba. Vasútvonal, tehát majdnem. Hát itt a földút mellett, aztán később már szerintem a földút helyén is ment, de valahol itt ezen a környéken van. És hát a történetéről annyit kell tudni, hogy a Kecskemét Lajos-Mizsai Hévtársaság építette. Ugye a fővonaluk volt a Lajos-Mizse Kecskemét, és ott ágazott ki, Hetényegyházánál. Ugye akkor még Kisnyírállomásnak hívták, de 1905-ben készült el. És egyébként ilyen hévjellegű volt tényleg, mert kisísinek voltak, ugye 23 kilós kisísinek voltak, és hát rendesen ezért talfa, és bányakavis ágyazat, tehát ez az olcsóbb jellegű felépítmény volt már akkor is. És gyakorlatilag a megszüntetésénél is ebben az állapotban voltak, mert ugye modernizálás, vagy ugye sincsen erősebb, de az sosem történt ezen a vonalon. De gyakorlatilag a kiépítéskori állapotban szűnt meg, csak állagmegóvó, apró PFT munkák voltak, de teljes átépítés soha. És egyébként 9 km hosszú maga a szárnyvonal, és amely menetrendkönyv szerint a valóságban olyan 8,3-8,5 körül lehet, így a térkép alapján lemérve. És nyilván a sok ilyen ezért rövid szárnyvonalhoz hasonlóan a 1968-as közlekedéspolitikai koncepció mondta ki rá a halálos ítéletet. Tehát úgy tudom, hogy ez is B1-es kategóriába került 1968-ban, ami azt jelenti, hogy megszüntetendő és fejlesztési tilalom van rá rendelve. És egyébként ez még nem jelentette feltétlenül halálos ítéletet, mert például a Murany-Békés vasútvonal, bármikor az B2-es volt, vagy talán a Kisszénás-Kondoros is B2-es volt, de akkor mi megkegyelmeztek neki. Hát a kerekegyházi szárnyvonal az nem volt ilyen szerencsé. 1974. december 31-én ment el az utolsó alatt, és nem sokkal utána, néhány hónappal később már elkezdték felbontani a pályát. És magán ezen a alig 9 km hosszú szárnyvonalon volt Hetényegyháza alsó, Szarkás és Kerekegyháza, mint megállók. Állomás nem volt, csak ezek mind megállóhelyek voltak, viszont voltak épületek. Majdnem mindenhol, és ezek közül úgy tudom, hogy mindegyik áll még ma is. De ez ki fog derülni hamarosan. Hetényegyháza alsó az, hát az körülbelül ott az út végén lesz valahol. Tehát a kerekegyházi végállomáshoz van GPS koordináta. Szarkásnak a helyét meg nagyjából lehet sejteni, hogyha műholdképpen végignézem a vonalat. Hetényegyháza alsó pedig szintén a GPS koordináta nincsen, de leíráshoz van, hogy hol található. Meg képem is van róla, tehát az alapján remélhetőleg megtalálom, mert még mindig áll. Tehát itt haladunk a vasútvonal mentén. Itt a földút, ahogy ment, hogy itt ment a vasút mellette. Vagy rajta. Illetve itt már szerintem az volt, hogy a felszedett vasútvonal helyén maradt ez a földút. De mivel már 45 éve felszedték, vagyis hát már 46 éve lassan, így itt már nagyon semmit nem fogok találni.
Tehát szerintem ágyazat maradványt, meg semmit. Meg eleve ugye nem is ez a nagyobb bazaltköves ágyazat volt, hanem bányakavics, az apró kavics, az pedig nehezebb kiszúrni. Még ha maradt is belőle valami. És akkor ezt nézzétek, itt ment a vasútvonal. Ez most már biztos, és Hetényegyház alsó megállóhely. Itt van. Ez volt az az épület. Hát ugye nyilván magánlakásként, de legalább megmaradt, és van azért nyoma a vasútnak. Tehát itt a sarkon nézzétek meg, ezek betonaljak. Viszont ez biztos nem a vasútvonalból lett kibontva, mert a vasútvonal, amit mondtam, talfás volt. Bár mondjuk azért az lehetséges valóban, hogy a PFT-n akkor be betonaljakat a nagyon kilóhat talfák helyett, bár kisésinek alá nem szokás betonaljat rakni, úgy tudom. De hát javítson ki valaki, hogyha tévedek. Hát ennyi ez a három betonalj van itt. És egyébként mondom, hogy errefele ment már tovább a sót itt a földön is. És egyébként a peron az ott volt pont az épület előtt. Itt. És akkor alig egy kilométer és jön majd Szarkás. Ez a következő megállóhely, viszont én úgy tudom, hogy az már a műútnál van. Hát igen, ezek a kövek pedig a Demszki bunkók helyi megfelelői. De nyilván azért ezt a tulajdonos rakatta ide, hogy ne parkoljanak autóval. Egyébként itt ez egy turista út is mellesleg, tehát itt volt egy turista jelzés. Meg valami méntelek is van erre. És ott egy behajtani tilos tábla, ott a gazba otthonosdásodik. De bizony itt ment régen a vasút, egy háza fele, és a térkép szerint alig egy kilométer, és amivel műút mellé fog érni. És akkor ezt nézzétek, itt jött a vasút a földút helyén, és itt van, ahol a Hetényegyházát elhagyjuk, és itt már a műút mellett ment, ahol nyilván akkor még itt nem volt beépítve a terület, de a műút mellett, vagy hát az sem biztos, hogy a műút meg volt még, ez a baj, hogy fentől pont tudom, már nem emlékszem, hogy volt-e itt műút, vagy nem, és nem tudom megnézni telefonról. Úgyhogy csak találgatni lehet, de mindesetre itt kell tovább menni, és valahol Szarkás megálló is itt volt. Ezen a környéken kellett, hogy legyen kilométer táblázat szerint. De hogy melyik volt az épülete, azt már azt nem tudom. Na, hát a GPS által kimért adatok szerint, ugye ahol 1-2 kilométeret teszi Szarkás megállót, tehát Hetényegyháza alsótól, valahol ezen a környéken kéne, hogy legyen. Hát viszont az egyetlen épület az a sárga házott szembe, tehát lehet, hogy az volt. Akkor viszont jelentősen át lett alakítva, de erre mondjuk talán rá lehet fogni, hogy vasúti szabványterv szerint épült. Hogyha hozzáveszik azt is, hogy ugye átalakíthatták jelentősen. Hát ebben én most nem tudnék állást foglalni, hogy ez-e vagy nem ez, de valahogy itt kellett lennie. De szerintem inkább az a valószínűbb, hogy már nincs meg Szarkás épület, viszont a vasút az itt jött, ahol most állok, nagyjából itt volt a legkésőbb, de egyenesen ment Kerekegyháza fele. Tehát gyakorlatilag itt az út mellett tudom követni valamennyire, viszont Kerekegyháza alsó megállóhely épülete az megvolt még tavaly is, erről láttam képet. És remélhetően még most is megvan, kicsit domos állapotban, de akkor és Kerekegyháza vasútállomás épülete is megvan, az is viszont lakott és felújított állapotban. Addig el fogok menni, mert az viszont még biztosan áll. Na, ezt nézzétek. Ez is hasonlít egy vasúti épületre, főleg ott a vakolat díszeknél. Nagyon gyanús, viszont nem hiszem, hogy ez lett volna Szarkás, mert ekkora épület egyrészt egy megállóhelynek nem szoktak építeni, már pedig nem volt állomás a szájvonal mentén. Csak Kerekegyháza volt állomás, ahol ugye körül tudtak járni. Viszont na, Kusztodiátus nevű megállóhelyen vagyunk. Jelenleg itt egy buszmegálló is van. És hát ezt nézzétek, tehát egy megállóhelynek mindenki épült volna ekkora épület, meg a kilométer mutató szerint is már messze vagyunk az egykori Szarkás megállóhelytől, viszont a Kerekegyháza alsótól meg még szintén messzebb. Tehát hasonlít nagyon, meg akár lehetett is volna vasúti épület, de szerintem ez nem az. De nézzétek meg, hát várva megfejtésüket, de szerintem ez nem vasúti épület volt. Viszont ugye elég réginek tűnik. Tehát lehet, hogy már állt akkor is, mikor a vasútvonal meg volt, egyébként itt ment
valahol mellett, az út mellett, de szerintem ez még nem az. Ugyan pár kilométerrel még egyenesen tovább van Kerekegyház alsó. Ezt nézzétek, Kerekegyház alsó megállóhelynél vagyunk. Egyébként Mócántelepnek is hívták régebben. És tettek, hogy valószínűleg ez is lakatlan, mert ugye ott van a villanybekötésnek a helye, viszont a villanyvezeték az ugye már nincs meg. Sőt, ott szerintem valamennyire még oda volt felírva a névtáv, vagy oda volt felírva a magállóhely neve is. És valószínűleg itt volt egyébként a jegypénztár, jegykiadás. Itt lehetett, de majd mindjárt átmegyek a túloldal és megnézem közelebbről. Sőt, ott mellette is van egy épület, ami szerintem szintén a vasúthoz tartozott. Úgyhogy majd mindjárt egy kicsit alább hagy a forgalom, mert szemben úgy látom még jönnek, akkor majd átmegyek és megnézem. Bár mondjuk, és ott meg szintén van egy doboz, tehát lehet, hogy újra bekötötték a villanyt. És fel is. És az is gyanús, hogy ez a része pedig, mintha fel lett volna korábban újítva. Rábbis, tehát lehet, hogy szolgálati lakás volt ezen a részén, vagy a másikon, és ott volt valaki lakik, tehát lehet, hogy egy része még lakott is az épületnek, vagy az volt, vagy tovább volt lakott, mint a másik. Esetleg érdekes, mert itt legalábbis újra van beszelve, meg vakolva. Bár nem úgy néz ki, mint amelyik lakott, mert által ott a bejárati ajtónál is törött. Ott nincs ablak. Viszont ez egy újabb villanybekötés. Bár mondjuk úgy látom, óra nincs benne. Tehát ott van egy újabb bekötés. Hát elképzelhető, hogy valameddig lakott volt. Hát az ajtó meg zárva van. Hát viszont itt mennyit van az ablak. Tehát valószínűleg nem lakják. Van bent egy asztal, amit látok, és gyakorlatilag ennyi, meg egy kályhacső. Megnézhetjük az újbont utcafrontot is. Igen, ez volt az utca felőli része. A vágányok a túloldalt voltak. És ott is van egy nyitott ablak. Nézzétek, ez már a másik épület részhez tartozott. És ez a része is nyitva van. Hát, sok nézni való már itt sincsen, viszont lomtárnak meghasználják. De nézzétek, meg leszakadt a födém. De itt volt a jegypénztár, ez biztos. Hát, nem megyek be, mert én tudja, bár úgy látom, ma a teljes födém lent van, de egyrészt nincs is miért bemenni, másrészt meg hát ki tudja, hogy nincs-e még ott valami, ami leszakadhat. És itt volt a régi villanyóra szekrény. Hát, itt volt a villanyóra. Itt meg egy villanykapcsoló magányosan. Ja, szerintem itt egy furt kút volt, és itt volt a hidrofor szivattyú. Ez pedig egy kút. Bár be van temetve, mit vártunk. És itt a másik épület. Megnézem, nyitva van. Hát, zárva van. Hengerel tapéta látszik, nagyon más, nem? Ez ugyanaz a helyiség egyébként, van csengő, de hát nincsenek itthon, hiába csöngetek. És valahol kormányváltás történt, úgy látom. A régi kormányt itt hagyták. Ott egy sezlony, egy. És gyakorlatilag ennyi. Pedig szerintem a szivattyúnak volt valami. Meg ott egy régi ilyen old school lábas. És akkor itt van a melléképület, amiről beszéltem, de szerintem ez volt a WC régebben. És igen, mert az ott egy pottyantós budinak a maradványai vannak. A másik részen meg valami raktál, de ennyi. Hát ez a, mondom, hogy hát ez itt a megállóhely épületész tartozó melléképület volt, és igen, itt volt a budi.
És akkor itt vagyunk egy újabb elágazási pontnál, eddig nagyjából a műút mellett jött a vasút itt. De viszont itt a műút az, ugye itt elkanyarodik, és a vasút itt ment. Lettünk, és hát igyekszem majd valamennyire követni. Így innen még, csak itt a Szántóföldön mellette is, de itt van az, akkor elválik a műúttól, és ez már bizony Kerekegyháza határa. Tehát Kerekegyháza alsótól egy olyan körülbelül 1 kilométert, ha jöttem. És körülbelül még 1 kilométer, és ott lesz a végállomás. Úgyhogy hajrá, csak előre. Hát igen, igen, itt már azért benőtte a gaz rendesen az egykori vasút helyét. Viszont elég rendesen elkanyarodik majd az úttól. Tehát az út az így arrafele kanyarodik, a vasút pedig egyenesen megy. Hát itt már kicsit jobban látszik, hogy merre ment a vasút. Hát még arra. Tehát itt ezen a töltésen ment a vasút Kerekegyháza fele, és hamarosan oda is fogok érni. És hát látjátok, eddig lehetett a régi vonalat követni. Egyébként itt tovább ment egyenesen, és az állomás épület is ott van arra. De az már fog menni. Viszont ez az épület is érdekes nekem, tehát szerintem ez is egy őrház volt régen. Csak már erősen át van alakítva, de hogyha jobban megnézitek, tehát a vakolatdísz, az nagyon árulkodó. Mert ilyet ez olyan vasútszabványú épületeknél van. De ha megnézem mindjárt az utcafrontját is, mert egyébként az állomás épület is itt van valahol, egy benzinkút van vele szemben. Úgyhogy azt meg fogom találni, és itt van a Kecskeméti utcán. És itt van ez a kerekegyházi felvételi épület, annó itt volt a végállomás a vasútnak. Bár itt a bászerem a sinek azok egy picit tovább is mentek, itt állomás volt, tehát arrafele még nyilván még futottak a vágányok, körbejárás minden, és viszont ez volt az utcafront, a vágányok a túloldalt voltak, viszont azt már nem lehet megnézni, mert ugye itt beépült már a környék, tehát ott a mögötte lévő utcában is már házak vannak, és ott a telekhatár, de a vágányok azok még nagyjából ott voltak, ahol az a be nem vakolt ház volt. És még egészen tovább futottak, és nyilván ez már magánlakásként üzemel, és ez egész jó állapotban van, tehát szerintem ezt lakják. Ugye a közművek be vannak kötve, az látszik, és nem csak a villany, hanem kábel tévé, plusz van egy digi tévés antenna is. És lehet, hogy még az is a vasúthoz tartozott, az egykori melléképület. És látjátok, szerintem valahol itt lehetett a végállomás. Úgyhogy ténylegesen, ameddig a vágányok tartottak, az szerintem valahol itt volt ezen a részen. És itt még, hát itt volt egy épület is, azt látom, tehát hát még az is lehet, hogy ez is a vasúthoz tartozott, de hát ezt ugye fentről.hu meg kell nézni, és ezt otthon elfelejtettem, hogy itt meg gondolom eddig voltak még a vágányok tovább meg, hogy ugye körbe lehessen például járni mozdonyokkal. És azt látom ezzel, hogy valahol itt értek véget a vágányok, és itt volt a vágány vége, egy földkúr, meg esetleg még lehetett itt áruraktár, vagy mozdonyszín, vagy ilyesmi. És hát nyilván akkor nem volt itt a környékbe építve, tehát azok a házak se voltak akkor még meg ezek is, ezek mind új építésű, hát mármint ugye hát úgy értve az új építésű, hogy mondjuk egyik sem több 50 évesnél. Úgyhogy hát szerintem ez ennyi lett volna, tehát amit lehetett, azt megtettem ilyen vonalbejárás terén. Hát ennél több nyomot biztos, hogy nem lehet találni, szerintem tovább nem is vezettek a vágányok. Úgyhogy itt akkor szerintem el is fogok köszönni. Ott van egyébként szemben a busz megálló, tehát ma mindjárt megnézem, hogy tudok visszajutni. Hetényegyházára, Kecskemétre, vagy bármelyre, aztán majd onnan kell valahogy hazamenni. Hát ha bejutok Hetényegyházára, akkor már sima ügy, onnan már van vonat. Szintén akkor innestől megköszönöm a figyelmet, és legközelebb találkozunk. Nem tudom, mikor lesz a következő. Még azt sem tudom, hogy hol lesz ez a vonalbejárás, mert ezt is tegnap késő este, amikor hazaértem Debrecenből, akkor döntöttem el, hogy na, esetleg ide lehet jönni. Meg néztem egy menetrendet, és láttam, hogy kivitelezhető, csak korán kell kelni, és hát jöttem. Tehát ez ilyen tényleg ilyen spontán volt, és igazából csak annyit tervet tudtam csinálni, hogy mikor kell fölkelni ahhoz, hogy ide kiérjek egy olyan mondatot, ami hetényi kidohanós, hogy egyszerre két amit meg tudjak csinálni, hogy kidohanós kipróbálás, plusz vonalbejárás errefele. Hát ez erről szólt igazából. Úgyhogy akkor ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!